Jó estét kívánok! Önök az Együtt magazint látják. A mai alkalommal két táborba is ellátogatunk, először kutyusokkal ismerkedünk, majd kézműveskedünk egy kicsit. Végül megnézzük, mi mindenre jó a csalán. Tartsanak velünk! Csak azt tudja, milyen jó gazdinak lenni, aki már megtapasztalta azt, de nem csak mókával jár a kutyatartás, felelősséggel is. Erre tanítja a gyermekeket a gyermekekkel a kutyákért, kutyákkal a gyermekekért alapítvány. Kutyasimogatással hangolódtak a napra a gyerekek, és persze a kutyusok is a gyermekekkel, a kutyákért, kutyákkal a gyermekekért alapítvány által szervezett táborban Agárdon. A közösségi ház és annak udvara tökéletes helyszínnek bizonyult a családias hangulatú foglalkozások megtartásához. És hogy ezt a tábort választottad, hogy találtál rá? Hát nagyon szeretem a kutyákat, és anyukám így egyszer csak mondta nekem, hogy látott egy ilyen kutyás tábort, és hogy szeretnék-e menni. Beszélt ugye a Kriszti nénivel, és én azt mondtam, hogy oké, szívesen eljövök. Van saját kutyusod? Csak volt. Tervezett, hogy majd lesz? Igen, ősz környékén. Milyen kutyust szeretnél? Vagy egy vesztit, ami volt, vagy még igazából nem tudom. Miért jó ez a tábor? Miért tartottad fontosnak, hogy elgyere? Hogy tanuljak a kutyákról, hogy megtanuljam, hogy hogyan kell őket kiképezni, meg ilyesmik. És még a szórakozásért is jöttem el. Milyen foglalkozásokkal tanítjátok egymást a kutyusokkal? Például minden nap más tanítunk be, úgymond nekik, hogy hétfőn például, vagyis hogy kedden az ülést, hétfőn a vezetést tanultuk, szlalomozás van, ugye karikákba kell leültetni, lefektetni őket, és mindenfélék. És milyen a kutyusokkal együtt dolgozni? Jó fejek? Igen, nagyon jó fejek, nagyon aranyosak. Gyere, puji! Puji! Ügyes vagy! Azért is akartam jönni, hogy ugye kutyákkal lehessek, mivel nekem nincsen saját kutyám. És kíváncsi voltam, hogy milyen érzés így kutyákkal lenni egy táborba, tanítani őket, illetve hogy a kutyák tanítsanak minket is valamennyire. És milyen érzés? Nagyon jó. Örülök, hogy itt lehettem, vagyok, és eljöttem. Nagyon ügyes vagy! Az idén 6 éves szervezet munkája 3 megyére terjed ki. Fejér mellett Veszprém és Somogy megyében tevékenykednek az alapítvány munkatársai. Az egykor néhány fővel induló küldetés mára 50 fősre nőtte ki magát. Az alapítványnak a fő tevékenysége az a kutyáknak, a terápiás kutyáknak a képzése, a vizsgáztatása és az alkalmazása. A fő célkitűzés még a felelős állattartásra nevelés, és a táborainknak a legfontosabb célja az az, hogy a gyerekekkel megismertessük az állatoknak, tehát a kutyáknak a tartását, nevelését. Tehát tulajdonképpen ez egy mini kutyaiskola, ahol egy tematikus program keretén belül megtanulhatják a gyerekek, hogy hogyan kell kiképezni a kutyát, megtanulják, megtanítani a kutyának az alapengedelmességet, és megmutatjuk nekik, hogy hogyan kell a trükköket megtanítani. És ami még nagyon fontos ebben, hogy a nevelési célzata is, hogy rá kell vezetnünk a gyerekeket, akár már az óvodásokat is, mert ugye itt már 5 éves kortól részt tudnak venni a gyerekek ezeken a foglalkozásokon, hogy türelemre tanítsuk őket, hogy lássák azt, hogy ami ugye a jellemünkből is fakad, és a mozdulatainkból is, hogy ezek a kutyák nem csak társállatok, hanem családtagok is, munkatársak is. És azt, amit mi megtanítunk nekik, azt kitartással, türelemmel tesszük, és látják a gyerekek, ami bennünk rejlik, ezt az összhangot, harmóniát, ami körülvesz minket, így a munkatársainkkal együtt. És én bízom benne, hogy ez hosszú távon kialakul bennük, hogy így viselkedünk a kutyáinkkal, és egymással is. És ez az érintésekben is megmutatkozik, illetve abban a türelemben, ahogyan a kutyával viselkedünk, hiszen ha bármit tanítunk nekik, az nem egy egyik pillanatról a másikra, hanem ez egy hosszú idő és kitartást igénylő munka.
is voltam, és nagyon szeretem a kutyákat. Kedvesek a, úgymond az oktatók, és hát mindig fogok jönni szerintem. Van saját kutyusod otthon? Nincs, de szeretnék. Szeretnél. Ez is egyfajta felkészülés tulajdonképpen arra, hogy majd egyszer kutyusod legyen? Igen, az is. Milyen kutyust szeretnél? Goldent, meg egy tacsit. Teljesen megértem, nagyon jó párosítás együtt. Mit tanultok itt a táborban tulajdonképpen itt a kutyákkal kapcsolatban? Például, hogy hogyan fegyelmezzük őket, vagy például, hogy hogy kell megtanítani nekik, hogy maradjanak ott, meg hogy figyeljenek ránk, mit adnánk a kutyának. Hát igazából a kutyával sok kapcsolatos dolgot tanulunk, és ez tök jó erre ez a tábor. Milyen egyéb foglalkozás van, még ugye nem csak kutyusokkal foglalkoztok, mert nekik is pihenniük kell. Mi mindent csináltok még itt? Például vannak játékok, kutyás játékok, meg sima fogocskák is vannak. És hát például most is csináltunk ilyen akadálypályákat is nekik, szoktuk sétáltatni is őket, hogy megtanulják, hogy hogyan kell viselkedniük. A napközis tábor minden délelőtt kutyás foglalkozással indult, délután már a kézművességé természetesen kutyás témában és a játéké volt a főszerep. Az alapítvány 2- és 4-lábú munkatársai nyaranta több turnusban szerveznek táborokat, az év többi részében pedig többek között oktatási intézményekben és idős otthonokban teljesítenek szolgálatot. A vizsgázott kutyáink már részt vesznek különböző foglalkozásokon, tehát intézményekben, óvodákban, iskolákban, bölcsödékben, mozgássérült vagy bármilyen fogyatékkal élő gyermekeknél is, idős otthonokban, tehát ott is meg lehet találni az alapítványt. Tehát ezek az évközbeni munkák, és nyáron pedig a táborokban. Érkezik-e úgy gyermek a foglalkozásra vagy táborba, akit jelentősen érzékenyíteni kell, tehát aki félősebb és hozzá kell szoktatni az állathoz? Igen, igen. Felszoktak minket hívni olyan szülők, akik tisztában vannak azzal, hogy a gyermeküknél már van egy kialakult fóbia, vagy egy kezdődő, tehát egy enyhe, egy félelem, és akkor igen, nekik is ajánljuk ezt a tábort. Többször volt már ilyen kisgyerek a táborunkban, és amit én nagyon fontosnak tartok, az az, hogy mindig a gyereknek az idejével együtt kell haladni, tehát ő határozza meg azt, hogy mit enged időben, tehát nem szabad erőltetni sohasem, és én mindig megbeszélem a szülőkkel azt, hogy én mit tapasztalok a gyermeken, mert van, aki csak egy ilyen enyhe félelmet mutat, viszont van olyan is, akiből egy nagyon erős, akár egy remegést is kiválthat a kutyának a hirtelen jelenléte. Ilyenkor nyilván meg kell beszélni a szülővel, hogy ez egy hosszú folyamat, és nem elég az egy hét, tehát ez egy folyamatos oda-vissza csatolás ilyenkor a szülő és közöttünk, hogy a későbbiekben ők ezt hogyan tudják még orvosolni a gyermekben. Az alapítvány 4 lábú munkatársai a legkülönfélébb fajták képviselői, a fajta tisztaság egyébként nem feltétel, akár menhelyes keverékkutyus is lehet tökéletes terápiás állat. A vahúroknak komoly teszteken kell megfelelniük, mielőtt munkába állnak. Legelőször is úgynevezett temperamentumvizsgát kell tenniük, ahol különböző szituációkban kell jól teljesíteniük a kutyusoknak, ezt követően mehetnek csak közösségbe. Az alapítványunknál többnyire, akiket ugye mi felvezetőknek nevezzük, akik a kutyákkal foglalkoznak, és akik a gyerekek közé beviszik a saját kutyájukat, ők általában szociális szférából, illetve pedagógusként kerülnek ki, de ez nem feltétele annak, hogy valaki erre a munkára szánja el magát, tehát bárki. Ez úgy is kiderül. Hát nyilván az alapvető dolog, hogy szeresse a gyerekeket és a kutyákat. A kutyák nem a teljes életünk, de ők teszik teljessé az életünket, mondta Roger Andrew Carasz, amerikai vadfotós, író, vadvédelmi és televíziós személyiség. Aki tehát szeretne közelebbről megismerkedni a gyermekekkel, a kutyákért, kutyákkal a gyermekekért alapítvány bájos 4 lábú munkatársaival és a szervezet munkájával, kattintson profiljukra a legismertebb közösségi portálon, vagy látogasson el Fejér, Veszprém vagy Somogy megye általuk érintett rendezvényeire. Foltvarrással és üvegékszerkészítéssel is foglalkoztak nyáron a Rácz utcában. Stábunk egy rövid forgatás erejéig bepillantott a Fehérvári Kézművesek Egyesületének műhelyeibe.
különleges alkotások készültek a Rácz utcában. Az asszonyműhely állandó szakkör egész évben zajlik, azonban a pandémia miatt a foglalkozásokat idén eddig online rendezték meg. Most viszont már a táborban volt lehetőségük a hölgyeknek kézzel és géppel varni, illetve különböző öltéstechnikákat elsajátítani. Ez a hét arról szól, hogy most, amit ők elképzeltek, elkészítettek, megvannak a tervek, azokat megvarják, minél több öltésfajtával megismerkedjenek a kézi varrásnál, és hát ügyesedjenek a gépi varrással. Az asszonyműhely táborban mindig van egy fő vezérvonal, amire a munka épül. Az első héten egy régi mintakendő modern változata valósult meg, melyeket betűk, számok, idézetek, jelképek díszítenek, de hűtőmágnes ihlette falu kép is készült. A mintakendő úgy néz ki, tulajdonképpen az iskolában csinálták régen a lányok, varták azért, hogy például betűket, számokat tudjanak hímezni, a monogramjukat bele tudják majd annak idején, ha férhez mennek, a stafirungjukba hímezni, és mindenféle ilyen kis idézeteket próbáltak kitalálni, vallási témájukat, az évszaknak megfelelően, vagy a családjukkal kapcsolatban ilyen szeretettel kapcsolatos idézeteket, és megpróbáltak valami jelképet belerakni. Mi is úgy csináltunk, raktunk egy kis házat, egy kis fát, azt is különböző öltéstípusokkal vartuk ki, úgyhogy ez volt a cél tulajdonképpen, hogy kézzel és mindenféle öltéstípust tudjanak, különböző cérnákkal, ugye van az osztott hímző, aminek hímeztünk az egy szálával, két szálával, rendes hímzőfonallal, és így kikerekedett egy szép kis fali kép, amit örömmel vartunk a héten. Ez pedig már az üvegékszer készítés helyszíne, bár a művelet elsőre bonyolultnak tűnik, egészen egyszerű, de nagyszerű és egyedi alkotások születnek a hölgyek ötletei nyomán. Sokan a kikapcsolódás az alkotás öröme miatt érkeznek az egy hétig tartó foglalkozásokra. Ibolya például saját gyűrűi nyakláncait készíti el. Az ember olyan stresszes világban él, állandóan rohanunk, szaladunk, és akkor talán ez a pár óra vagy pár nap, amit itt tudunk tölteni, ez ad egy kis feszültségoldást. Akkor az, hogy alkotunk, mindenki mást, egymástól tudunk tanulni, mindig új technikával dolgozunk. Ez gyakorlatilag egy örömforrása, főleg a mai rohanó világban. Ezért jövök mindig. Az alkotni vágyok minden nap más és más technikát tanulhattak, melyek még inkább feldobják az ékszereket. Mindenhez csupán üvegre, egy hobbi kemencére és egy mikrohullámú sütőre van szükség. Most ilyen fázisban van. És akkor ezt még visszateszem, körülbelül egy ilyen másfélre. Majd az üveglapok a kemencében lencse alakúvá formálódnak. A foglalkozások alkalmával akár 2-3 óra alatt is elkészülhet egy-egy szett. A lányokkal összeülünk, és kiválasztjuk, hogy milyen üveggel dolgozunk, milyen színekkel, milyen formát használunk. Én ezekben tanácsot adok nekik, és aztán ragasztjuk az üveget, vágjuk, több réteget összedolgozunk, vagy két réteg közé teszünk még díszítő elemeket. Tulajdonképpen ez egy alkotás, amit nem lehet korlátozni, szabad keze van az alkotónak, és ha megakad és segítségre szorul, akkor én ott vagyok és segítek. Ezek a pici hobbikemencéknek a belső felén egy speciális anyag leledzik, amit ha beteszünk a mikrohullámú sütőbe, akkor 1000 fokig is fel tudja fűteni. Tehát szinte folyékonyra az üveget. Mi nem használunk ilyen sokáig, tehát nem hagyjuk a mikrohullámú sütőbe ilyen sokáig a kemencénket. Tehát 800-850 fokon összeolvad a mi üvegünk, és ez 10 perc alatt megtörténik, aztán kivesszük a sütőből, visszahűl, 40-45 percet szoktuk hagyni a kemencénkbe, és akkor utána tulajdonképpen kész az ékszerünk. A tábor iránt most is nagy volt az érdeklődés. A következő hetekben szövő, nemezelő, gyöngyfűző, bútorfestő és bőrös tábor várja az érdeklődőket a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében. Sokan gaznak tartják szúros csíp és viszket, ha hozzáérünk. Ennek ellenére számtalan nyavajára csodaszerként hat. Lencsés Rita a gyógynövény szakértővel a csalán felhasználásának lehetőségeit jártuk körbe.
csalászod és fortél, hogy általában a szárát kell határozottan megfogni, levágni, és akkor így beletehetjük a papírzacskóba. Sok más szörpe elkészítéséhez hasonlóan a csalánszirup készítésének folyamata is a szürettel kezdődik. A szúrossága miatt egyébként kellemetlen kategóriába sorolt növény igen hasznos, ami az egészségünkre gyakorolt hatását illeti. Külső-belső alkalmazása egyaránt ismert. Sok helyen ugye felhasználják teának, azt úgy szoktuk csinálni, hogy amikor leszedjük a kis csalán hajtásokat, vagy valaki, hogyha már elvirágzik igazából a csalán, akkor leszedegeti a levelet. Itt nagyon fontos, hogyha félünk, hogy nehogy megcsípjen a csalán, hogy mindig alulról fogjuk meg a leveleket, és úgy tépjük el a szárról, ugyanis ott nem csíp. A felületén, a felső felületén vannak azok a szörök, amik igazából tudnak csípni, úgyhogy ha alulról a fonákon fogjuk meg a leveleket, akkor biztonságosan tudjuk úgymond elhelyezni mondjuk egy asszalógépe. Ez mondjuk jó, hogyha van otthon, azért is, mert gyorsan le tudjuk szárítani a gyógynövényeket, viszonylag megtartja az állagát, a színét, egy nap alatt megszárad, mindenképpen légmentes, fénymentes helyen tároljuk, tehát nagyon fontos, hogy vagy egy üvegedénybe, de jól zárható tetővel tegyük el, semmi esetre sem műanyagba tároljuk, meg ne papírba, mert az be tud nedvesedni esetleg, hogy egy nedvesebb időszak jön, tehát mindenképpen légmentesen kell zárni. Fénymentesen meg azért kell tárolni, mert hogyha fény érni, akkor be tudna barnulni, és már megint veszítene az esztétikai értékéből. Amikor igazából megszáradt a növény, akkor fontos, hogy szét tudjuk morzsolni, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez jelenti, hogy megszáradt a növény. A másik, hogyha például a szárát megtörjük, hogyha hajlik a szára, akkor az még nem száraz. Általában forrázni szoktuk a csalánt is, mint a legtöbb gyógynövényünket, tehát felforralunk egy csima vizet, és utána beletesszük az adott mennyiséget, amennyit szeretnénk felhasználni teából, és utána egy 15-20 perc áztatás után már szűrhetjük és fogyaszthatjuk is. A másik az már egy kicsit az élvezeti értéke is benne van, hogy a csalánt, a frissen szedett csalánt beletehetjük egy zománcos edénybe. Általában arra szoktam figyelni, hogy ez egy 3 literes kis edény. Ezt körülbelül feléig szoktam megtölteni a frissen szedett gyógynövényekkel. Ezt teszem most a csalán levelekkel, csalán ilyen zsenge hajtásokkal. Ezeket szépen beleteszem ebbe az edénybe. És majd ide fogok tenni 1 liter vizet, 1 kiló cukorral, és majd fel fogom forralni, és készítünk ebből egy nagyon jó kis csalánszörpöt. A csalánszörp is egyébként nagyon egészséges. Természetesen, hogyha valaki fél a cukortól, akkor azt helyettesítheti bármilyen alternatív megoldással. Ha mézet választjuk, akkor csak arra kell nagyon figyelni, hogy a méz az mindig hidegen kerüljön bele. Tehát ha mondjuk leforrázzuk, mert én ezt leszoktam a cukros vízzel, leforrázom a csalánt, és hagyom állni legalább egy fél napig, hogy kihűljön, utána teszek hozzá citromot, citromsavat, hogy megmaradjon ugye a citromból is maga a C-vitamin. Tehát hagyom így állni, ha viszont mézet szeretnénk használni, akkor soha ne forrón tegyük bele, hanem vagy úgy csináljuk, hogy csak az már kicsit teának fog tűnni, hogy leforrázzuk a csalánt, és akkor, amikor kihűl a mézet, hozzákeverjük, hanem ilyenkor sajnos nincs más megoldás, mint hidegen áztatni. Tehát a csalán leveleket mézes vízben, citromos vízben kell áztatni, és akkor le lehet szűrni, csak ott arra kell figyelni, hogy az gyorsabban megromlik, tehát lehet, hogy valamilyen tartósítószert kell majd hozzáadni, vagy gyorsan elfogyasztani, hűtőben 1-2 hétig azért el fog állni. Ez az egyik lehetőség, érdemes kipróbálni, mert szerintem nagyon kellemes, olyan, mint egy citromos jeges tea, vagy mint egy nagyon kellemes kis limonádé, olyan ízű lesz. Ez már készen, egyébként így néz ki a csalánszörp.
Vegyük akkor még egyszer át. Egy 3 literes edényt a feléig töltünk frissen szedett csalánnal, arra megy az 1 liter víz és az 1 kiló cukor felforralt keveréke. Aki túl soknak találja a cukor mennyiségét, bátran lecsökkentheti 70 dekára is, de akár a megfelelő körültekintés mellett használhat mézet az elkészítéshez. Amíg melegszik a keverék és felforra teavíz, lássuk, mi mindenre jó még a csalán. Csináltam már csalánból például levest, ezt általában úgy szoktam kombinálni, hogy egy kis krumplit adok hozzá, és egyébként nagyon finom kis leves lehet készíteni belőle, de akár krém leveseket is. Nagyon egészséges. Szoktak például, akik kicsit bátrabbak, vállalkozó szelleműek, ők próbálkoznak például krémekkel, tehát hogy mint egy töltelék ilyen csalán, krémek, akár palacsintába, akár különböző ilyen sós süteményekbe, de pogácsába is volt, hogy belesütötték, volt, hogy húsok fasírozotthoz is hozzátették, ugyanúgy, mint mondjuk a medvehagymát. Kevesen tudják, de a csalánban van vitamin is, meg ásanyanyag is, tehát, hogy valóban képes feltölteni a szervezetet vitaminnal és ásanyaggal, és ezáltal tényleg erősíti az immunrendszerünket. A, B, C, K vitamin, tehát tényleg rengeteg van, vas például, ami érdemes így, hogy tudjuk azt, hogy egyáltalán mi minden tartalmaz a csalán, tehát érdemes azért az étrendünkbe is beletenni. Ez egyébként te a formában, szörp formájában mindenhol ugye érvényesíti hatását, arra kell csak nagyon figyelni, hogy nyersen azért ne fogyasszuk. A csalánszőrök így nyersen bejutva a szervezetbe azért a nyelőcsőben néha megakadhatnak, és azok irritációt okozhatnak, úgyhogy erre azért tényleg figyeljünk, hogy nyersen csak így salátaként ne együk a csalánleveleket. Valamilyen roncsolási folyamatnak vagy hű hatásának kell, hogy érje. Tehát vagy megfőzzük, és akkor onnantól kezdve ez már nem hat ránk, vagy például ilyen túlélő programokon szoktuk említeni, hogy mint egy kicsit ilyen kőkorszaki világba visszamegyünk, hogy kövekkel szét kell roncsolni, jó alaposan, és utána elviekben akár nyersen is fogyasztható a csalán. A csalánt felhasználhatjuk továbbá reumatikus ízületi problémák kezelésére, méregtelenítésre, salaktalanításra, ödémára, immunerősítésre, de emésztési prostata, húgyuti és vese problémák esetén is bátran alkalmazható. Fogyasztása előtt azonban mindenképpen érdemes utána járni az adagolás részleteinek. Na, felforrt a vízünk, úgyhogy akkor bele is teszem akkor a csalánt. Így, gyorsan letakarom, ez minden gyógynövényre igaz, hogy nagyon fontos, hogy le legyen fedve, hogy az illóolaj mondjuk a csalánban nincs, de a legtöbb növényben van, hogy az illóolaj el ne vesszen, és le is veszem most akkor így a tűzről. Kicsit hagyjuk kihűlni. Fölforrt akkor ez a cukros szirup, és ilyenkor óvatosan bele kell tölteni a másik edénybe, szó szerint leforrázzuk a frissen szedett gyógynövényt. Én általában minden gyógynövényes szörpöt így készítek. Ez azért is jó, mert szó szerint csírátlanítja, ha van rajta por, vagy bármilyen kis bogárka, igazából innentől kezdve ez le van mond fertőtlenítve. Viszont így, hogy ráteszem a fedőt, így azért megakadályozom azt, hogyha lenne illóolaj tartalma, hogy elvesszem. Mert az majd szépen lassan, ahogy elkezd hűlni, majd szépen visszacsepeg. Ezt itt hagyom általában egy fél napra, amikor kihűl, akkor szoktam beletenni majd citromkarikát és egy kis citromsavat. Előre készültem, úgyhogy itt már van egy félkész szörpöm, ami ugye körülbelül fél napig áll, tehát egy estét át, és akkor ilyenkor szoktam hozzátenni. Valaki csak citromot, de lehet citromsavval is egy kicsit ízesíteni, és akkor ezt is legalább fél napig így kell hagyni, hogy kihozza a színét és az ízét a szörpöknek. És akkor általában 1 liter víz, 1 kiló cukorhoz 1 evőkanál citromsavat szoktam beletenni. Amikor letelik igazából egy nap, és ugye ott ázott bent a gyógynövényünk a citrommal, citromsavval, utána le lehet szűrni. Nem muszáj
tartósítószert adni hozzá, mert így is viszonylag sokáig eláll. Arra figyeljünk majd, hogy a szörpöt ugyanígy szépen légmentesen zárjuk, és fénymentesen tároljuk, hogy a színe megmaradjon, és ha lehet, akkor inkább hűvösebb környezetbe tároljuk. Ez lehet egy pince, de hogyha úgy van, akkor akár hűtőbe is, és van hely, akkor a hűtőbe is tehetjük. Most egy üveggel leszűrök, hogy lássuk, milyen szörpöt készítettünk. És igazából készen is van a szörpünk. Amit természetesen stábunk is gorcső alá vett. Ez körülbelül 1-7-1-6 arányba érdemes higítani, mert tényleg elég szirupos. És akkor mindenképpen érdemes hozzátenni legalább egy citromkarikát. Így mi. Köszönöm szépen. És kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz így. Nagyon finom. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak. Egy hét múlva is számítunk figyelmükre, viszontlátásra!